A válogatott szünetet követően hazai pályán folytatta bajnoki szereplését a PMFC. A tabella harmadik helyén egyedüliként veretlenül álló Gárda a Merkantil Bank Liga 9. fordulójában az edzőváltáson átesett szombathelyi haladást fogadta. Weitner Ádám nem számíthatott több sérüléssel bajlódó játékosra sem. Futó külső tért szalagszakadás, Hegedűs és Kónya részleges combizomszakadás, Kovács pedig enyhe agyrázkódás miatt hiányzott. Hosszabb kihagyást követően azonban visszatért terbe, és két saját nevelésű fiatal, Vas és Bahesz is a cserék között várhatta a zöld-fehérek elleni mérkőzést. Az összecsapást a vendégek kezdték aktívabban, az első percekben szögletekből igyekeztek nyomást gyakorolni a pécsi kapura, azonban Helesfainak negyedórányi játékot követően kellett először komolyabban közbeavatkoznia. A félidő végéhez közeledve két óriási pécsi helyzet adódott. Előbb Harsányi lövése a jobb kapufa tövét érint. Veszállt mellé, majd Nikicser indult meg a jobb oldalon, Harsányi csapott le az ötös sarkán a megpattanó labdára, lövésébe azonban egy szombathelyi játékos belevetődött. A félidőben aztán kettős cserét hajtott végre a PMFC, Gera mellett Svedjuk folytatta. A fordulás után az 52. percben Kesztyűs maradt le egy rúgás miatt a 16-oson belül, míg középen éppen Katona elé pattant a labda, aki jóval a léc fölé bombázta azt. Az 57. percben előbb Rácz lövését tolta ki vetődve szögletre Helesfai, majd a sarokrúgás után borvető csúsztatása a kapufán csattant. A 61. percben aztán megszerezte a vezetést a Pécs. Tóth Gábor Kristófot rántotta le német a büntető területen belül, a játékvezető pedig a sárga lap felmutatása mellett habozás nélkül a 11-es pontra mutatott. A labda mögé Kesztyűs állt és ballal a bal felsőbe tekert. Kesztyűs első pécsi bajnoki gólja vezetést ért a haladás ellen. Ezek után felpörgött a játék, és előbb Rácz veszélyes fejese ment mellé, majd a 70. percben Gera éleszögből leadott lövése suhant el laposan, alig valamivel a vendégek kapuja előtt. A 77. percben Kocsis három vendégjátékost is kicselezve tört kapura jobbról, de a bevetődő Csilusról végül az oldalhálóban kötött ki a labda. A 90. percben pedig Szeles távoli szabadrúgása ment el a felső léc felett. A PMFC nagy küzdelemben megtartotta egy gólos előnyét, megszerezve szezonbeli 5. győzelmét, ráadásul pontszámban beérte az éllovas MTK Budapestet. Folytatás október 5-én a BFC Siófok otthonában. Az első félidőben nem játszottunk jól, tehát gyakorlunk egy bizonyos játékot, és meg is követelem a focit a játékosoktól, hogy próbáljanak futballozni, de be kell látni, hogy ezen a pályán nem tudtunk ma, és belehúztunk magunkat egy olyan örvénybe, hogy a haladás minden labdát felszedett, és nyomott, rúgtak egy csomó szögletet, szabadrugást. Mi meg nem értünk oda sehova, a párcinkat elvesztettük, mert elment az önbizalmunk. Ezt a félidőben rendbe tettük, váltottunk a mentalitásunkon, és játszottunk egy hasonló focit, mint a haladás, és a második labdákat tudtuk felszedni. Azt kértem a fiúktól, hogy minden párhozba kőkeményen menjenek bele, és nem akarok olyan játékos látni, hogy a végén nagyon lesétál a pályáról. Ez a szív diadala volt, és a csapat egységé. Nagyon fegyelmezettek a srácok, és nagyon keményen dolgoztunk az elmúlt időszakban, hogy ez a forma megmaradjon. Nagyon örülök ennek, mert 4 meccs óta nem kaptunk gólt, és jól szereplünk. Úgyhogy mindenképpen ez egy nagyon jó csapat volt ez a haladás, és örülök a győzelemnek. Tudtuk, hogy a Pécs nagyon jó csapat, ráadásul nagyon jó szériában vannak. Jól felkészültünk belőlük. Úgy gondolom, hogy a srácok az első félidőben agresszívan játszottak, letámadásokkal próbálkoztunk, és ennek köszönhetően a hazai csapat első kapura lövés a 41. percben volt. Többet birtokoltuk a labdát, de tiszta gólhelyzetet nem tudtunk kialakítani. A második félidőt is aktívan kezdtük, a hazai csapat kontrákból volt veszélyes. Egy perc alatt dőlt el a meccs a megítélt büntetővel. Próbáltunk frissíteni, az akarat megvolt, de a Pécs okosan már lejátszott a mérkőzést.